Egy-két hiányzótól eltekintve a legjobb csapatot tudták pályára küldeni az edzők a szomszédvári Presztízs csatán. Bár Völgyi a piros mezes bonyhádiaknál és Hegedűs a hazai fekete-fehéreknél, ha rendelkezésre tudott volna állni, minden bizonnyal ott lettek volna a kezdőben. A völgységi El Clásico ide vagy oda, hazai pálya amoda, Pihanyvári László a védelem dupla megerősítésében látta az hűn óhajtott majosi pontszerzést, az anyagerőben sokkal jobb bajnok esélyes ellen, amit a játékosai, mármint a taktikát, a defenzív védekező játékot nagy-nagy fegyelemmel követtek is. Ennél fogva a Bonyhádnál volt úgy 70%-ban mindig a labda, de a szélek levédekezésére irányuló sünnvisznóállással nem nagyon tudtak mit kezdeni sokáig Paprolandék. Igaz, a bonyhádi kapus Szabó Szilárd olykor akár például újságot vagy könyvet is olvashatott volna, veszi a bátorságot a kapufát megtámasztva, mert annyira nem volt forgalom a kapuja környékén. Úgy tűnt, a majosi haditerv teljesülhet, mert a hazai kapuvédő Steinbach Máté is, ha kellett, remekelt. Ám eljött a második félidő közepén a végzett pillanata. Egy baloldali szöglet után, amit ki más, mint Paproland ívelt be, erősen, élesen, veszélyesen, egy kisirakás nagyot kíván állapotot idézett elő az ötvés felesen és annak környékén, amit a legjobbkor legjobb helyen levő játékos, a bonyhádi jobb hátvéd, Preininger Patrik mindenkit megelőzve bekotorta, mint utólag kiderült, a bonyhádi győztes volt a majosi kapuba. Hát igazából meg volt beszélve, hogy hányan érkezünk, én is köztük voltam. Igen, volt egy kavarodás, szerencsére oda pattant a labda, és akkor már be is rúgtam igazából. Csak az maradt meg, hogy ott van már benne a hálóban a labda, olyan gyorsan történt minden. Úgyhogy megyébe így nem szereztem még rangadón ilyen sorsdöntő gólt. Nagyon fontos, mert így megelőztük a Tamásit, most már mi vezetjük a bajnokságot, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvertük a Majost. Elég magasságban jött be a labda, egy ember luftot rúgott, szerencsétlenség volt, igazából ennyi. A majosi védelem oszlopa Szőcs Attila úgy látja, ha újra játszanák a meccset, akkor is ezt a taktikát kellene követni a pontszerzés érdekében, mert a két csapat között meglévő pillanatnyi tudáskülönbség ezt indokolja. Bonyhád ellen mindig tartani kell, valami Máté Robi, aki a paprolcsán be tudja rúgni területbe labdákat. Rolcsi ebből az osztályból kiemelkedik, rá oda kell figyelni, úgyhogy szerintem lett volna célra vezetve, aki nyíltunk volna. Nekünk nagyon hiányzik egy center. Ha lenne egy centerünk, akkor azt mondom, szerintem a dobogóért hazban lennénk, de per pillanat így azt mondom, hogy ez a negyedik-ötödik hely az a reális számunkra. A Bonyhád pedig a bajnoki címért folytatott versenyfutásban a Tamási pontvesztése után újra az élre ugrott a megye egyben. Az eredménnyel igen, de a játékkal és az akarással sem volt elégedett a tréner Köllő Roland. Bár elismeri, nem volt egyszerű gólt lőni egy így védekező, ilyen fegyelmezett csapatnak, mint a Majos volt. Az látszott, hogy ők talán 0-0-ra bazíroznak, és egy ezen a kis pályán betömörülő védekezéssel nagyon nehéz játszani. Ráadásul nem is vagyunk olyan paszban, én azt gondolom, tehát múlt heti Kölesde elleni mérkőzés is gyenge volt, most sem voltak előrefelé olyan egyéni villanások, illetve megoldások, amik azt vetítették volna elő, hogy itt mi ma simán nyerünk, de ez most pont nem érdekel. Most próbálunk örülni az 1-0-ás győzelemnek is. Nehéz volt, tudtuk, hogy nehéz lesz, de a célunkat végül is elértük, még ha gyenge játékkal is. Dicséretes edzői kritika, ahhoz ugyanis, hogy a Bonyhád ott maradjon az élen, ilyen és ehhez hasonlatos meccseket megnyerjen, aztán jól jöjjön ki a soron következő nagy rangadóból, ennél biztosan több kell.